Szeretettel köszöntök mindenkit a Poláris csillagvizsgálóból. Sánta Gábor vagyok, valószínűleg legtöbben már ismertek. Nagyon különleges ez az esemény, hiszen a járvány miatt innen a távolból követhetitek nyomon az előadásomat, amelynek témája Edward Emerson Barnard, híres 19. század végi amerikai vizuális és fotografikus észlelőnek a munkássága lesz, aki Magyarországon annyira nem ismert, illetve nem történt meg még teljesen az ő munkásságunk a hazai feldolgozása, de az előadás végére egész biztosan mindenki számára kicsit tisztul a kép, és láthatjátok, hogy tényleg egy különleges személyiséggel van dolgunk. Edward Emerson Barnard, mindenkinek a Barnard ködök, tehát a sötét ködök katalógusa jut róla az eszébe, ami nem véletlen, hiszen ezt az úttörő munkát először végezte el fotografikusan és vizuálisan, tehát a sötét ködök gyakorlatilag titkának a megfejtőjéről beszélhetünk. Ugyanakkor az kevésbé ismert, hogy legalább épp olyan éles szemű vizuális észlelő is volt, mint amilyen képzett fotós és a csillagászati fotográfia úttörője. Ezt mindjárt bezárjuk. És megpróbálom. Érdemes tudni, hogy egy félárva kisfiúként jutott a legmélyebb nyomorból gyakorlatilag a csúcsokig, szó szerint és átvitt értelemben is. Tehát gyakorlatilag az amerikai állam beteljesítője volt. Felfedezései világhírűek, egy Jupiterhold, az Amaltea megtalálása kötődik az ő nevéhez. 16 üstököst fedezett föl, amelyek közül többségét még vizuális módszerrel. A 350 darab sötét köd katalogizálója, rengeteg galaxis és köd felfedezője. Igen. Nashville-ben született 1857-ben, vidéki farmon, édesapja még a születés előtt meghalt, tehát gyakorlatilag félárvaságra jutott. A polgárháború éveiben gyakorlatilag nyomorban éltek. Ebből a nyomorból a kiutat jelentette 9 éves korában egy fotografikus asszisztensi állás, amit ebben a Van Stavroren nevű úriembernek a műhelyében kapott meg. Ebben a fotós műhelyben dolgozott 17 éven keresztül, és itt ismerkedett meg az akkoriban gyakorlatilag még egy új technológiának számító fotózásnak az alapjaival. Barnardnak a feladata a következő volt: a műteremben a nagy napfénygyűjtő megvilágításra használt kamerának, a Jupiter kamerának a működtetésében segített. Emellett már a csillagászat is érdekelte. 1861-ben látott egy üstököst, gyakorlatilag 4 éves korában. 69-ben teljes napfogyatkozást élt át. Emellett éjjel nyitott vasúti kocsikban aludt, vagy háztetőkre járt föl, és onnan képzelte az eget. És egy kis távcsövet barkácsoltak neki ott a műhelyben, és egy csillagászati könyvet is kapott mellé. Viszont iskolában nem járt, tehát rendes iskolai oktatásban úgymond ő nem részesült, tehát legalábbis ezekben az éveiben a munka mellett. Azért ez egy kemény, de szép fiatalkor volt viszonylag. Itt van az ifjú Barnard a képen, és a másik pedig a nagy Jupiter kamera, amely, ahogy mondtam, a fény fókuszálását szolgálta a műteremben. Tehát, ahogy mondtam, a csillagászat gyakorlatilag gyerekkora óta érdekelte, és a fotózás, mint munka mellett a megtakarított bérét 1876-ban egy 5 collos távcső megvásárlására fordította. Ez volt az első komoly csillagászati távcsőve, és ebben az időszakban találkozott Simon Newcombbal, akinek egy-két könyvét magyarra is lefordították még a
azt hiszem talán a 20-as, 30-as évek környékén, és ez az ismeretterjesztő csillagász azt javasolta a Barnard számára, hogy keressen üstökösöket, tehát az üstökös felfedezésben próbálja ki magát. És 1881-ben sikerrel is járt, talált egy üstökös, de sajnos két alkalom után elveszítette a kométát, és nem sikerült senkinek sem megtalálnia. Ez néha bizony előfordul, főleg egy halványabb üstökös esetén. A következő évben azonban újra talált még egyet, és az évtized végéig még 14-et. Tehát a 1880-as években Barnard komoly üstökös felfedezőként volt számon tartva. Ez a mennyiség egyébként, hogy így el tudjuk helyezni, egyenértékű Messi legaktívabb éveinek üstökös felfedezői munkásságával gyakorlatilag. És emellett elnyerte 5 alkalommal ezt a H.H. Warner által adományozott 200 dolláros díjat, amely nagyon komoly összeg volt, tehát itt olvashattuk följebb is, láthatjuk följebb is, hogy 8 havi megtakarítása volt 380 dollár, tehát gyakorlatilag egy majdnem egy évi, vagy egy fél évi fizetésének felel meg, vagy megtakarításának ez a díj, és az első kettőből ráadásul tudott venni magának és feleségének egy házat, amelyet Comet House-nak, üstökös háznak neveztek el. Nyilvánvalóan azért, mert az üstökösök utánjáró díjból tudta megvásárolni. Ez volt a Vanderbilt Egyetem, ugye itt még nem, erről nem beszéltem, tehát ezekben az években, ez már szerintem a következő díján lesz, kicsit összecserélődtek, tehát ezekben az években jelentkezett a Vanderbilt Egyetemre, ahol matematikát és csillagászatot tanult, és emellett használhatta az egyetem csillagvizsgálóját, amelyben egy 6 szollos, tehát körülbelül 15 cm-es lencsés távcső kapott helyet. Nagyon komoly műszer volt egyébként abban a korban, 1880-as évekről beszélünk. És ezzel a műszerrel folytatta a megfigyeléseit. Egyébként a ház is itt volt ennek a közelében, a Comet House. Téli napon láthatjuk a képen, takaros családi otthon. A távcső ma is megvan, tehát ez a 6 szólos műszer, ami egyébként tehát az 1880-as években az üstökösök felfedezésén kívül számos ködöt is talált. Ez az időszak tette őt igazán híressé. Tehát gyakorlatilag berobbant az amerikai amatőr csillagászatba, illetve a világ csillagászatába, ha így is fogalmazhatunk, hiszen ez a 14 üstökös felfedezése, akkor az első sötét köd, amit egyébként a 86-os számon katalogizált, de valójában ezt találta először, még vizuális módszerrel, üstökös keresés közben, az NGC 6520 nyílt halmaz mellett, tehát a nyílt halmaz mellett látható sötét foltot, Barnard 86-nak hívjuk ma, ezt a 15 cm-es távcsővel vizuálisan vette észre, és ez vezette abba az irányba, hogy a sötét ködökkel mélyebben elkezdjen megismerkedni. Ugyancsak a távcsővel, tehát ez egy viszonylag hosszú fókuszú távcső, mégis ezzel fedezte fel a Kalifornia ködöt, a Barnard galaxist, ugye NGC 6822 a Sagittarius csillagében, egy közeli törpe galaxis, valamint még a Rosetta ködöt is. Tehát még az is az ő felfedezése, és vizuális módszerrel történt a 6 szoros távcső segítségével. Egyébként ez is az észlelői képességeire, valamint az égboltnak a minőségére enged következtetni, hogy ezeket a nagy átmérőjű ködöket, amiket egyébként inkább fotografikusan lehet megfigyelni, de minimum egy fényerős távcső azért szükséges, hogy nem árt hozzájuk, hogy ezeket egy viszonylag hosszabb fókuszú műszerrel találta meg. Az egyetem elvégzése után 1887-ben történt ez meg. Holden, Edward S. Holden
meghívja a komoly ismertségre szert tett amatőr csillagászt, illetve akkor már csillagász végzettségű fiatalembert a Lick Observatóriumba, ami akkor alakult meg nem sokkal korábban, a Mount Hamiltonra. Az observatóriumban néhány hónap múlva szerelték föl a világ akkori legnagyobb lencsés távcsövét, a 36 szólos, tehát 91 cm-es refraktort. Ugye ez 9 évig volt az első helyezett a lencsés távcsövek között. Barnardnak a feladata kettős volt. Egyrészt egy 6 szólos asztrográffal kellett fotografikus megfigyeléseket végezni az égboltról, valamint a 12 szolos Clark refraktorral észlelhetett vizuálisan. Tehát a nagy távcsővel ő még nem észlelhetett, ő csak 5 évvel később férhetett hozzá a nagy műszerhez, de a 12 szolos, tehát ez is egy igen komoly műszer, azzal már végezhetett megfigyeléseket. Itt van a Lick Observatórium egy korabeli felvételen, Mount Hamilton csúcsán. Ezek voltak az első igazán komolyan megtervezett magashegyi-hegyi observatóriumok, amelyek a városokat próbálták elkerülni, illetve kedvező asztroklímájú helyen épültek fel. Egy más nézetből kicsit oldalról kiszolgáló személyzet házaival. Ez volt a 12 szolos Clark refraktor. Ezzel dolgozott tehát vizuálisan. Ez a nagy távcső, a 36 szolos 91 cm-es refraktor, Lick refraktor, és mellette pedig a 6 szolos fényképezésre alkalmas asztrográf. Ez Barnard órája, bele van gravírozva a neve. Ilyen klasszikus. Az összes ilyen időutazós Spektrum TV-n és a többi látható filmben megjelenik ez a óra karakter. És hát ugye az Amaltea felfedezése. Igen, tehát szerintem léptelek össze-vissza. Igen, tehát ugye itt az aljára csúszott, igen, az Amaltea felfedezése 1892-ben történt, amikor a nagy táv, tehát a 36 szolos távcsővel a Jupitert észlelte, méghozzá valamelyik holdnak a fedését észlelte, és a Jupiter korongja mellett észrevett egy halvány kis fényfoltot, amely fénypöttyöt, amelyről később kiderült, hogy egy Jupiter hold. Ez az Amaltea, a Jupiter 5. holdja, és az első és egyben utolsó Jupiter hold Galilei felfedezése óta, amit vizuálisan találtak. Tehát ez az első és utolsó vizuálisan talált Jupiter hold Galilei. Másik nagyon híres észlelése 1893-ban történt, akkoriban. Ugye bolygókat is észlelt, nagyon komoly bolygóészlelő volt, a nagy távcsővel egyébként is elsősorban a bolygók megfigyelése folyt. Az egyik a Szaturnusz gyűrűjében a küllőknek az észrevétele, ezeknek a furcsa keresztirányú radiális sűrűséghullámoknak az észrevétele, amelyeket egyébként nem nagyon tudtak mire vélni, illetve nem nagyon tudták megerősíteni. Viszont a Voyager szondák az ott jártakor sikerült őket lefényképezni, és beigazolódott Barnard észlelése. Másik a Japetus megfigyelése, ami nagyon furcsa, mert magán a Japetuson látott különféle sötétebb, világosabb részleteket. Ugye az űrszondák, az űrszonda ott járt, akkor kiderült, hogy a Japetus pólusain gyakorlatilag sötét sapkák vannak,
vagy fordítva nem, tehát ugye az egyenlítőjén, hogy van ez Péter? Na mindegy, tehát világosabb és sötétebb sávok, területek találtuk a Jakatuszon. Most, hogy ezt sikerült-e valóban megfigyelnie, vagy csak valamiféle árnyék jelenség lehetett, azt nem tudjuk, de így rajzolta le a Jakatuszt annak idején. Tehát a munkájának ugye ez a jelentősebb, egyik jelentősebb része, ez zajlott a Lick Obszervatóriumban, ami viszont nem tartott igazán sokáig, mert az igazgató, ugye a Holden igazgatóval megromlott a beosztottaknak a viszonya. Ez odáig fajult, hogy egy idő után csak levélben és a sajtóban voltak hajlandóak egymással kommunikálni. Tehát az igazgató és a beosztottjai csak levélben kommunikáltak egymással. Ez egy elég érdekes helyzetet teremtett. Odáig vezetett, hogy minden csillagász, beosztott csillagász elhagyta az obszervatóriumot, köztük Barnard is utoljára. Ő a York Observatóriumban kapott állást, Chicago mellett, ahol 1897-ben felavatták a világ akkori legnagyobb lencsés távcsövét, a Yerkes refraktort, 101 cm-es, 40 incses átmérőben. Ugye ma is ez a világ legnagyobb refraktora. Voltak tervek, illetve próbálkozások egy nagyobb, egy 120 cm-es refraktor építésére, de ez nem valósult meg később. 1904-ben érkezik meg az új Bruce kamera, egy 10 collos átmérőjű lencsés asztrográf, és ezt a műszert a Wilson-hegyre telepítik 8 hónapra, és végül is ez az időtartam az, amikor ezeket az igazán jó minőségű tejútfelvételeket el tudja készíteni. Ez lesz a katalógusának, a sötétköt katalógusának az alapja. A 40 collos távcsővel vizuális észlelések folynak. Elsősorban a bolygókat kutatják vele, de fotókat is készítenek vele, például a Marsról. A Marsnak volt két nagyon jelentős oppozíciója. Ugye a Mars nagy oppozíciói viszonylag ritkán következnek be. 1894-ben még a Lick Obszervatóriumban, és aztán 1909-ben már a Yerkes Obszervatóriumban észlelte végig Barnard a Mars szembenállását. Az első alkalommal nagyon pontos, részletes, vizuális megfigyeléseket folytatott, a második alkalommal elsősorban fotografikus észlelések készültek. 1916-ban fedezte föl a később Barnard csillagnak nevezett közeli csillagot, amelynek a legnagyobb a saját mozgása az égbolton. Nem ez a legközelebbi csillag a naphoz, de az Alpha Centauri rendszert követően ez a második legközelebbi csillag az égbolton, ha így nézzük. Megszállottként minden éjszaka észlelt, alig hagyott ki egyetlen derültet, és ő volt az ember, aki sohasem alszik. Yerkes Obszervatórium. Nagyon szép neoromán stílusban épült csillagvizsgáló, csillagász háza, látható a fotón. Itt van Barnard, befutott csillagász, mellette pedig a Bruce kamera 10 collos átmérőben. 40 collos refraktor, ugye érdemes itt a méreteket figyelni. Itt vannak székek, és itt van egy ember, aki itt áll a platformon. Ez pedig a nagyjából 2 méter átmérőjű kezelőfelület, 1,5 méter átmérőjű kezelőfelület, különféle egy tárcsákkal, stb. Igazán impozáns műszer. Így néz ki mai állapotában, eredeti állapotában a távcső. Egy nagyobb, egy szélesebb látószögű felvétel róla. A világ legnagyobb lencsés távcsőre. Bruce kamera és kupolája. Hát ez egy más minőség.
mégis egy nagyon fontos új tudományos kutatási irány megszületésének helyszíne. Nagyon érdekes felvétel. Ez 1921-ben készült, májusban. Én nem néztem utána, hogy kik vannak a képen. Természetesen rajta van Barnard, itt szinte középen, és Einsteint ismerhetjük föl itt még rajta, de számos korabeli, valószínűleg Henrietta Lewitt is rajta van, számos korabeli híres csillagász, valószínűleg Hubble is rajta van valahol, talán, bár őt most így nem látom. Szintén egy idősebb kori kép Barnardról. Megfigyelései, hát ugye erről már beszéltünk, tehát a Mars észlelései, ezek gyakorlatilag nagyon híresek. Abban a korban Percival Lowell volt ugye a Mars megfigyelésének az atya úristene, és a Mars csatornák elméletének az egyik atya, a továbbfejlesztője. Ugyanakkor Lowellnek az észlelései pont ezek miatt a kérdéses, illetve kétes, sőt a későbbiekben egyértelmű hibásnak bizonyult megfigyelés miatt elég erősen megcsappant. Ugyanakkor Barnard megfigyelései ezek páratlanul pontosak voltak. Nem látott olyan felszíni részleteket, csatornákat. Ugye volt ez a Japetus átvonulás, amiről már beszéltünk, üstökösök észlelése, fotója. Ugye az első fotografikusan felfedezett üstökös az ő nevéhez fűződik. Még a Lick Observatóriumból 1892-ben történt az első fotografikus üstökös felfedezés. Ugye addig mindenki csak vizuálisan talált üstökösöket. És bizony a Halley üstököst 1910-ben, valamint a Morehouse üstököst le tudta fényképezni. Ezek nagyon híres Swift üstököst 1890-es, aztán 1895 körül, vagy 92 körül volt perihéliumban. Ezeket mind le tudta fényképezni. Ugye a ködök vizuális felfedezéséről már beszéltünk. Ezen kívül még a Jupiter holdakon, más holdakon is tudott részleteket megfigyelni, ami hát egyrészt a távcsőnek a kiválóságára, a légkör kiválóságára, ugye ezeket a Lick Observatóriumban a hegy tetején tudta észlelni, valamint az éles szemére utal. Néhány észlelés szeretnék bemutatni. Barnardnak a Mars rajzai, ezek 1894-ben készültek. A 36 szólos Lick refraktorral. Tehát látszik, hogy ezek azért nagyon komoly részleteket mutatnak föl. Egyértelműen azonosítható ugye a Syrtis Major, a Hellas medence, valamint különféle kis kinyúlások, sötétebb területek, poláris régiók. Itt is. Ez azt a Sinus Meridiani. Ezek is nagyon jellegzetes részletek a Marson. Itt vannak a felvételek, ugye ezek 1909-ben készültek a 40 szólos refraktorral. És ugye visszalépünk, itt érdemes egyébként, nyilván ezek egy azon éjszakán készültek, csak ugye próbálták a légköri nyugtalanságokat azzal kiszűrni, hogy több fotót készítenek, és nyilván lett köztük jobban sikerült. Talán ez a legjobban sikerült. Itt érdemes visszalépünk egyet. Érdemes megnézni, tehát egyrészt itt a Hellas medencét, meg a Syrtis Majorból ezeket a szarvszerű kinyúlásokat egyértelműen lehet azonosítani. Tehát ez azért mutatja, hogy tényleg nem próbált mást belelátni, mint amit a távcső valóban mutatni tudott. Itt van a Morehouse üstökös.
és ezt arra nem emlékszem pontosan melyik évben, talán 1909-ben járt a nap közelében, arról volt ismeretesen az üstökös, hogy leszakadt a csóvája, tehát egy mágneses, naprendszerbeli mágneses szektorhatár átlépés során az éonokból álló csóva leszakadt, illetve ilyen különleges szerkezet jelent meg benne. Itt a Héli üstökös 1910-ben. Szintén Barnard felvétele. Itt a Swift üstökös. Nap és hold felvétele. Nap fogyatkozás felvétel fotóberanciákkal, koronával. Az Andromeda galaxisról, Andromeda ködről és kísérőiről készült felvétel. Jól mutatja egyébként az asztrográfiainak a nagy látómezejét. Gyakorlatilag kettőfokos ennek a képnek az átmérője, a kép átmérője. Az Andromeda galaxis magjáról készült felvétel, nyilván egy komolyabb, hosszabb fókuszú távcsővel. Nagyon komoly, finom részleteket, portálvőket, spirális struktúrákat enged láttatni. Rendkívül jó határfényesség mellett. Plejádokról készült, szintén nagyobb látószögű kép. Ekkoriban 1850-es években fedezte föl Tempel ezt a ködösséget, ugye, amit Tempel ködének is nevezünk. Európa körül. De csak Barnard idejében tudták ezeket lefényképezni. Itt van egy Barnard csillaga, ugye? Itt a Barnard csillag mozgása az égbolton. 1985-től kezdődően. A Barnard csillag nagyságrendileg 10 év másodpercet mozdul el egy évben. Ami azt jelenti, hogy megfelelő referencia csillagok birtokában akár egy-két év alatt is láthatóvá válik az elmozdulása egy egészen kis távcsővel is, hiszen a Barnard csillag nagyjából 9-10 magnitúdó között van. A csillag mérete körülbelül a Jupiterének felel meg, a tömege a napinak nagyságrendileg az egytizede. Az egyik legkisebb csillag, egyik legkisebb vörös törpe csillag a galaxisunkban az ismert csillagok között. A kígyótartó csillagképben található. Könnyen megfigyelhető helyen. Sötét és világító ködök. Tehát ahogy beszéltünk már róla, 1880-as években, még Nashville-ben, az egyetemen találta meg az első sötétködöt, a Barnard 86-nak nevezett objektumot az NGC 6520 jelű nyílt halmaz közelében. Ugye ez a Sagittarius csillagképben található, viszonylag déli égitest, azért hazánkból csak sötét városi fényektől mentes tiszta égbolton lehet megpillantani, nyáron természetesen. És őt ez a köd egy tintapacára emlékeztette az égbolton, azóta is ez a beceneve tintapacaköd. A tejút nagy léptékű vizsgálata nagyon érdekli, a Lick Obszervatóriumban is. A Yerkes-ben viszont ez lesz a fő feladata, tehát ugye ez lesz a fő munkája, és ehhez használja ezt a 10-szoros asztrográfot. Akkoriban mindenki azt gondolta, hogy ezek a sötét csillagtalan területek az égbolton valóban üres csillagtalan régiók. Ugyanakkor Barnard észrevette, hogy sötét ködök közepén néha világító ködösség is van,
és néhány sötét köd, vagy számos sötét köd egyik pereme éles, a másik pereme pedig ilyen folyamatos átmenetet mutat. Tehát ugye ezek vizuálisan nem látszanak, bár mondjuk pont az M24-ben található Barnard 92 vizuális megfigyelésekor nagyon jól érzékelte ezt a jelenséget, hogy az egyik oldalon éles, másik oldalon pedig folyamatosan halványulnak el a csillagok. De a fotókon ez igen jól észrevehető. És 1913-ban jött az ötlet, amikor a kamerára, tehát a kamerán voltak távcsövek pluszba, volt egy 6-szolos vezető távcső, meg egy 5-szolos kereső távcső, az egyik kisebb távcsővel fotózás előtt, után, közben nem tudom, az a lényeg, hogy te jutott pásztázta vizuálisan, és észrevette, hogy a Sagittarius mező tele van kis fekete felhőkkel, amelyek a bárány felhőkre emlékeztették őt, és akkor hasított belé a felismerés, hogy ezek voltak éppen fényelnyelő anyagfelhők, amelyek valószínűleg sűrűbbek, mint a világító ködök, elnyelik a fényt, de maguk nem bocsátnak ki látható sugárzást. A fotografikus atlasza, amely teljes mértékben elkészült, de sajtó alá rendezése az csak, hogy a nyomdai munkálatai azok Barnard halála után is elhúzódtak, ezért csak az örökösei tudták ezt kiadni. Ez az a katalógus 349 sötét ködöt tüntet fel, és ugye ez volt az ő fő műve, a Photographic Atlas of Selected Regions of the Milky Way az egyik, és On the Vacant Regions of the Sky, tehát az égbolt üres régiói. Két könyv is született, két atlasz is született ebből. Ugye maga az atlasznak a sokszorosítása volt nehéz, hiszen nem tudták, tehát nem volt a nyomdatechnika olyan szinten akkoriban, hogy ezeket a fotókat tudják sokszorosítani, ezért gyakorlatilag konkrét fotómásolatokat kellett készíteni mindegyik példányhoz, tehát kézzel készültek ezek a példányok, ez a 700 példány. Itt van a belső borítója a könyvnek. Az atlaszban szerepel az eredeti fénykép. Ez itt épp a pipaködöt ábrázolja az Ophiuchus csillagkép déli részén. És szerepel benne egy negatívba fordított változat, amelyen az egyes általa katalogizált sötét ködök vannak. Íme a másik könyve, On the Vacant Regions of the Sky. Ez egy nagyon impozáns felvétel, amely... Hát ugye ez a könyv, ugye ez a munka arról szól, hogy ezek a ködök voltak éppen a fénylő, a világító ködöknek az analógiai, tehát ugyanazok, csak ezek nem bocsátnak ki fényt, sűrű anyagfelhők. Ennek egy szemléletes vizuális példáját hozza itt föl, a fátyol ködnek az egyik 6995-ös számmal jelzett darabja, összehasonlítva ugyancsak a tejútban található egyik sötét ködével, amelynek az alakja, formája megegyezik. Ez természetesen csak véletlenszerű, hiszen még ez egy semleges hidrogént tartalmazó por- és gázfelhő, molekula felhő, ez egy szupernova maradvány, aminek ez a folyamat kezdete, ez meg a folyamat vége. Tehát itt igazából tényleg csak egy vizuális hasonlóságról van szó. Néhány felvételt szeretnék bemutatni, Barnard ködeiről, illetve a sötét ködökről, illetve néhány rajzot, és gyakorlatilag ezzel véget is fog érni az előadás. A pipaköd felvételén látható, hogy mennyire nagyon szép és tiszta munkára volt képes Barnard ezzel a Bruce kamerával. A látómező pereméig éles csillagokkal, gyönyörű tűéles leképezéssel rendelkezett, és rendkívül jó intenzitás átvitellel a használt fotólemez. Tehát itt például látszik a kígyóköd, ez az S alakú köd, ez is egy Barnard köd, itt is a pici
globula, további globulák ismerhetőek fel a pipa köd mentén, és maga a ködnek a teste is világosan kirajzolódik. A Rho-Ophiuchi régió, valamint az Antares környéke, itt az Antares, az M4 jelű gömbhalmazzal, a Rho-Ophiuchi környezete, az innen kiinduló sötét és világító ködök, amik egyébként igen szemléletesen mutatják, hogy a sötét és világító ködök voltak éppen igen hasonló anyagból, sőt ugyanabból az anyagból épülnek föl, csak a különbség az, hogy az egyik fény bocsát ki, vagy pedig visszaveri a fényt, másiknál ilyenről nem beszélhetünk. Az M24 és környéke, itt látható, hogy ezek a Bruce kamerával készült felvételek igen nagy méretű látómezőt fednek le, hiszen az M24-nak a mérete nagyságrendileg olyan 1,5-2 fok, tehát a hossztengelye 1,5-2 fok, ebből nagyjából olyan 3,5-4-5 fok, 3-4-5 fokos látómező élhossz rajzolódik ki. Itt ez az M17, ez pedig az M18 jelű objektum. IC-1283 ismerhető szintén. Észak-Amerika köd, valamint a Pelikán köd látható itt mellette. Ezek a kor színvonalát én azt gondolom messze fölülmúló fotók voltak, de egyébként itt a monitoron vagy a vászon nem is látszik teljes egészében a felvételnek a dinamikája, itt a monitoromon gyakorlatilag a Pelikán köd utolsó kis foszlánya is tökéletesen kirajzolódik, tehát amit képes lehetett megörökíteni, azt meg tudta örökíteni Bárnár ezeken a fotókon. Gyakorlatilag 100 évvel ezelőtt a felvételek. Az én voltam. Lejárok. Ezek már nem az ő felvételei, hanem a DSS, vagy a POSZ, tehát a Palomar Observatory Sky Survey során készült felvételek. Ezek az 50-es években készültek. A 86-os, ugye ez, amit először vizuálisan fedezett föl, akkor a 64-es, itt az M9 számú gömbhalmaz látható a kép szélén. Ugye a Barnard 103, milyen különleges, érdekes kis medveállatkára emlékeztető alakzat. A Sas és a Skultum csillagkép határán. További izgalmas Barnard ködök. Barnard 145, 150 és 174. Üstökösszerű képződmények, gyakorlatilag társadalmi között az üstökösökhoz, ezek a Cepheus csillagképben helyezkednek el. Néhány rajz, illetve hát maga a lófejköd, a Barnard 33, ami egy olyan szempontból különleges égitest, hogy egy objektum, hogy nem a tejút csillagos hátterére vetül ez a sötét felhő, hanem egy másik világító közösség elé türemkedik be, és egyike a leghíresebb égi objektumoknak, nagyon gyakran fotózott és kedvelt téma, ugyanakkor vizuális észlelők számára rendkívüli kihívást jelent. Ez egy 27 cm-es távcsővel és szűrővel készült rajz, amelyet Tóth Zoltán készített, és kitakarta a csillagot, tehát a fényes Zeta Orioniszt kitakarta, a látómezőn kívül hagyta. Ez a csillag, ez lenne itt. Tehát látszik az, hogy innen még egy jó egy látómezőnyire van a fényes Zeta Orioniszt, tehát nem zavarja az észlelést. HB-t a szűrővel érdemes észlelni, és egy 20-25 cm-es távcső és egy viszonylag minél jobb ég volt szükséges észlelői tapasztalat birtokában hozzá. Ezt a rajzot Cseh Viktor készítette. Az
M24-et ábrázolja, illetve az M24 északi peremén található Barnard ködösségeket, például a Barnard 92-t örökíti meg, amelyek a nyári égbolton barangoló amatőr csillagász számára a nagy látómező használatával rendkívül impozáns látvány nyújtanak. Szintén Cseh Viktor rajzát láthatjuk itt, aki Barnard 142 és 143-as számmal jelzett ködösségeit kereste fel az Altair mellett a sas csillagképben, amelyet sas barlangja, vagy az E-köd néven is ismerünk. Voltak éppen ez a kettő fonódik itt egybe, tehát egy ilyen C-alakot alakot, vagy U-alakot alakot, és van mellette még egy ilyen kicsit íveltebb alsó része. Kettő között nincs olyan erőteljes összefüggés, ezért kapott két külön sorszámot, két közösség. Köszönöm szépen akkor a figyelmet!